A Magyar Irodalomtudományi Tanszék szervezésében valósult meg a találkozás a diákok és a filmdráma készítője között október 11-én délután a Veszprémi Vár épületében. Az ember tragédiája 150 perces feldolgozását egy héttel korábban már láthatták az érdeklődők a B épület aulájában, és akikben kíváncsiság támadt a film alkotójával és az apró részletekkel kapcsolatban, az ellátogathatott a csütörtöki beszélgetésre is. A művész úr neve hallatán sokak fülében ott cseng a magyar népmesék legendás főcímdala, vagy maga előtt látja a Fehér Lófia című filmjének jeleneteit. Több száz filmet rendezett, közreműködött animátorként és dramaturgként más alkotók filmjeiben, és rövidebb írásait számon tartani is nehéz. Jankovics Marcellal, a filmdráma animátorával, grafikusával, rendezőjével Szegedi Maszák Mihály beszélgetett a rendezői munka kihívásairól, a több mint 20 évig húzódó alkotási folyamatról és a film utóéletéről. A Mozinet forgalmazza, és egy nagyon kedves fiatal ember, Böszörményi Gábor ügyködik ezen, aki napi feladatokkal gyötör, tehát mondjuk ez is beleesik egy kicsit ez a veszprémi előadás, vagy beszélgetés program is ebbe a történetbe, de mondjuk a DVD dedikálása, vagy a Krakói Filmfesztiválon való megjelenés Kolozsvárot, ahol az MK hívott meg, ott egy kicsit magasabb szintre emelődött, mert egy diákfesztiválon fogják bemutatni a filmet, oda el kell mennem. Prágában a Magyar Intézet mutatja be, sok helyet bemutatják, Spinyúban, Portugáliában egy filmfesztiválon szerepel, oda nem megyek, Los Angelesben lesz, Kanadában mutatják be a filmet, tehát ebben én csak ott veszek részt, ahol nagyon muszáj, már messze nem kívánok utazni, de ezzel is jár együtt olyasmi például, ami megtisztelő a számomra, a forgalmazó elintézte, hogy a jövő héten a New York Times akar erről egy interjút csinálni. A művész színről színre elemeire bontotta Madács művét, hogy aztán felnyitva a hallgatóság szemét, elmagyarázza, hogyan készült el, és miért éppen ilyenre a filmdráma egy-egy jelenete.